Becsületes küzdőfelek leszünk. És tiszteletben tartjuk a játékszabályokat. A 14. hegyvidéki olimpia résztvevői komolyan is gondolták, amit az olimpiai eskü magyarra fordított szövege tartalmazott. Ebben a korban ugyanis általában még komolyan gondolják a gyerekek, amit mondanak. Részben ezért is hívják meg évről évre a kerületi iskolák 5. tanulóit a különleges sportrendezvényre. Itt nem csak az olimpiai himnusz és az eskütétel az, ami az ókori sportszerű viadalok hangulatát és emlékét visszaidézte, hanem az a lelki és fizikai felkészülés, illetve felkészítés, amit az elmúlt hónapokban a kerületi 5-esek megéltek többek között történelem, földrajz, vagy éppen testnevelés órákon, illetve a művészeti oktatás keretében. A dicső múltat, a görög városállamok véres küzdelmeit felváltó olimpia kialakulását a kerületi polgármester is felidézte néhány gondolatban. Nem tudjuk pontosan, mi ennek a lényege és hol volt a fordulója, hogy nem a másik elpusztítása a lényeg, hanem egy Istennek tetsző tettet, cselekedetet, teljesítményt kicsikarni magunkból. Magyarán, hogy magunkat győzzük le, magunk lustaságán, restségén, fáradtságán legyünk úrrá, és ne a másikat akarjuk elpusztítani. Ez a fordulat, ez a szemléletbeli fordulat a görögök nagy találmánya. Erre emlékezünk mindig az olimpia alkalmával, és erre emlékezünk most is. Minden versenyszámban, távolugrásban, kislabdadobásban, rövid távfutásban, birkózásban és a maratont megidéző hosszú távfutásban is nagyot alakítottak a gyerekek. Jó volt igazából, elcsúsztunk egy kicsit, de azért jó volt nagyon. Teljesen jó volt, attól még nagyon fárasztó is volt, úgyhogy nagyon nehéz volt, és büszke vagyok rá arra, hogy én is részt vettem ebbe. A kerület 8 iskolájából összesen 17 osztály, azaz városállam vett részt az idei hegyvidéki olimpián, és az önkormányzati intézmények mellett most is volt egy vendég, a kerületben működő német iskola csapata. A versengésben megfáradt olimpikonokat a sportolás után különleges lakoma várta. Itt nem csak az ókori olimpiai játékoknak az újraélése, a megélése, amit szeretnénk biztosítani, vagy szeretünk biztosítani a gyerekeknek, hanem tulajdonképpen ez egy családi rendezvény is, hiszen míg a gyerekek futnak, dobnak, ugranak és végzik itt a feladatokat a pályán, addig természetesen minden városállamhoz tartozó sátorban a gyerekekhez tartozó szülők, tanárok, ők pedig lakomával készülnek a gyerekeknek, hogy amikor megpihennek, akkor mindenki így közösen tudjon enni, inni és mulatni, hiszen erről szól ez a nap, a sportról, a sportnak a népszerűsítéséről, és ugyanúgy a közösség és a család építéséről is. A kerületi iskolákból idén több mint 400 gyermek és legalább ennyi szülő vett részt a Hegyvidéki Sportközpont által szervezett különleges olimpián.